Sziasztok, kellemes időtöltés nektek! Köszöntünk benneteket Concertóval. Egy Skodát nézegetünk meg, aminek megvan mind a két bicskás gyári kulcsa. Egy Skoda Fabiáról van szó, ami igen keveset futott, 58.799 km, amúgy 2013-as gyártású autó, és 1.2-es benzines, 60 lóerős, hát itt sokkal többet látunk, ugye, meg azt is látjuk, hogy friss műszakival kínáljuk, ugye 2020 hetedik havi műszakival rendelkezik, és még másról is rendelkezik, nem Ferivel és Petivel, kollégáinkkal, hanem a szervizkönyvvel, ami ugye nem olyan régen, 6 hónappal ezelőtt volt márka szervizben, végigvezetett szervizkönyves kocsi, és 50.143 kilométernél volt utoljára szervizben, úgyhogy egy leszervizelt autó, nyugodtan merjük így kínálni őt. A két darab gyári kulcsot forgassuk el, legalábbis az egyiket biztosan itt a gyújtás kulcsunkat. Azt mondja, hogy menes stabilizátor, nagyon gyorsan el is autott, jobb fölül, és tulajdonképpen elaludt minden, már csak a kézifékünk, és be is fogjuk majd kötni magunkat, ha elmentünk próbakörre. Tehát hibamentesen üzemel, van bordkompjúterünk, innen a kis gombocskákkal tudjuk ugye ezeket nyomogatni, és látjuk ugye a fogyasztásunkat, meg mennyit tudunk vele menni még. Menes stabilizátor kibekapcsolható, manuális klíma van benne, ami az én ujjam könnyebben benyom, mint Concerto, egy kicsit hajlékony a keze, hiába nyomja, simán nem megy neki. Majd gyakorlunk még. Tehát hibátlan jéghideg klíma, egy Blues típus márka nevű MP3-as CD rádió, ami jól szól benne, de ha nem tetszik a zene, akkor itt AUX csatlakozóra is van lehetőség, tehát telefonnal össze lehet dugogatni. 5-ös váltó, és ugye centrálzár belülről két darab elektromos ablak, jobbra és balra, állítható magasságú az ülés és a kormányoszlop. Az ülésünk gyönyörű, tehát nincs elkopva, oldal légzsákos. És nézzük meg a hátulját is. Nagyon szép tiszta az autó belseje. Kényelmes hely itt lábtérnél is. Fejtámla benne ugye, kézzel tudjuk tekergetni a hátsó ablakot. Amúgy ő egy tűzpiros színű Skoda Fabia ugye, amin jó alapotú Pirelli gumik vannak, és 5 ajtós lévén szerintem elég kellemes tágos csomagtartója van, és könnyen pakolható is. 40-60-ban döntheti a hátsó üléslap és a kalaptartó benne. Mindkét oldala tökéletes, nincs összetörve, nincs összehorpasztva, nincs összekaristolva, éppek az üvegezései a járműnek, ami gyári zöld színű. A lámpatestek gyönyörűek benne, szintén tiszták, nem sárgák, nincs megmattulva, és ez a kromozott motorház tető is rendkívül jól mutat, ilyen dombor mű alkotás itt az első Skoda jár rajta. Hát a motorja pedig, most látjátok, olyan, mintha egy szalomból húztuk volna elő. És itt van a szaki, illetve a szerviznek a matricája, amikor volt ő decemberben, szervizben. Bátran induljatok el, de még várjatok egy kicsit, mert egy 5 perces próbakört mi is csinálunk, hogy addig ne gyertek, utána esetleg lehet jönni már, és várunk benneteket az M3 autóparkba. Sziasztok, a viszontlátásra!